déli nyugodtság a kecskéknél. Most hoztunk nekik egy kicsi vizet. Ebbe a két vödörbe. Két vederre, és itt a kis belőle. Gyere, feküdj be az árnyékba, jó? Gyere ide. Gyere, ama. Gyere ide. Gyere. Feküdj be az árnyékba, jó? Gyere ide. Gyere. Gyere szépen. Ne feküdj ki a napra, semmi értelme. Na, tehát feljöttünk hozzájuk, hogy hozzunk nekik egy kicsi vizet Zsuzsival. Aztán ide lefeküdtek körénk. Mindegyik úgy el van nyúlva. Itt van a báránkánk. Gyere, töröljön meg a szakálladat, jössz. Gyere, ama. Itt van lenni ilyen margaretta fű, amit az udvarról kaszált le a bácsi, és ide kidobta. De ha akarnám, se enné meg Magdi, és most, hogy ide le vagyunk ülve, neki fogod, s itt kezdi enni. Van egy ilyen nagy fa, ilyen nagy korkodus fa, és ennek az árnyékában vagyunk. Ilyen déli, nem is tudom, egy óra van körülbelül. Oda kéne menjek valahogy, mutassa meg a bárányt, egészségedre. Ott van! Hogy hívják őt? Baguett? Ő a Baguett, Zsuzsi? Ott van Baguett. Közben meg van nagyobbítva a villanypásztor. A múltkor, amikor csináltam a videót, csak ide a bokrokon túl volt. Most meg egészen oda hátra megy, ott hátra egészen. Na. Gondoltam, megmutatom nektek ezt az állatok közötti nyugodtságot, hogy el tudnak ők itten szenderedni, meg pihengetni déli órába. Igaz, Rigó? És mutassam be nektek a bárányt, meg meséljem el, hogy hogyan kaptuk. Közelébb mennék hozzá, hát hogyha nem, nem kellene fel, s nem menne el. Próbálkozzunk meg. Tehát ő lenne a kis bárány, körülbelül egy 15 kilós. És a kedves feleségem találta a Marosvásárhelyt az utcán. Az egyik utcában futkorászott egyik autótól a másikra, hogy ne üssék el. Befutott a cég udvarára, ahol én dolgozom. És beszorult oda egy sarokba, beszorították. Voltak ott még bácsik, akik segítettek. Szerintem ők is meg akarták fogni. Aztán az én feleségem gyorsabb volt, és megfogta. És egyszer csak jövök ki munkából, már majdnem program végén, megyek az autóhoz, és látom, hogy jön velem szembe a kezülében egy bárányja. Azt se tudtam, hogy most sírjak, vagy nevessek, vagy örüljek. Kérdem, hogy hát honnan van, mi történt. Azt mondja, az úton fogtam, kaptam. Na és épp az idén beszéltük, már még januárjában, hogy kéne vegyünk egy bárányt, kéne nekünk egy bárány, milyen jó lenne egy fiatal bárány, vagy kettő, mert ugye a juhot nagyon hiányoljuk, de ő már öreg volt. Ez az, kelj fel, ügyesen mutatkozz meg. Nézzétek meg, milyen szép, nagy, szálas, és suta ráadásul. Úgyhogy ez az, ti ketten barátok vagytok. Este is, mikor lefekszenek ők ketten egymás mellé,
hófehérre, többieket meg kell kössem, mert ők döfik még, nem nagyon akarják bevenni a csapatba. Úgy, mint ahogy nem akarják a Zizi 2-t sem. De most már ő is illeszkedik be elég jól. És kezd most már egyre több tejet adni. Nem döfik félre annyira a többitől. Milyen jó támaszod van, Rigó. Igen, tisztán irigyellek, hallod? Na. Mit szólsz? Na, nagy orlikadat, mutasd meg a kamerának. Na, és ez lenne a kis bárányos történet. Hazahoztam, a lányok nagyon örültek neki. És elneveztük Borikának. Vagy minek, igaz? Borikának? Na, Borika. Te ne röhögj a háttérbe. Oda ment a kecske, szemétdombra. Felállt oda, nem tudom mit akar. Zizi, gyere ide! Gyere ide! Hova mész? Na. Ez lenne a kis déli nyugodtság a kecskéknél. Ez lesz a címe is a videónak. Remélem, hogy tetszik. Nagyon hosszas videókat nincs, amiért mit csináljak, mit mutassak nektek. Ugyanazok nem változnak. Ugyanolyan szépek, nyugodtak, ügyesek, csendesek. Igaz, Gazsika? Na. Ha tetszett nektek ez a videó, tudjátok, akkor ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni. Már nagyon kevés kell a sorsolásig, az 1000 feliratkozóig. Akár már ennek a videónak a kommentjében be lehet írni azt, hogy szeretnétek megnyerni a báránykát, a kis kakast, és a kis kakast, és hogy honnan vagytok. Tehát innen a környező megyékbe, Maros megyének a környező megyéiből várom a jelentkezőket, ugyanis küldeni nem szeretném, állatokat nem kínzunk, 3-4 napon keresztül egy dobozba, és akit érdekel, már ennek a videónak a kommentjében nyugodtan lehet jelentkezni, én majd fogok készíteni egy listát, és élőben majd ki fogom sorsolni a Google segítségével, leírom szám szerint hányan vagyunk, és mindenki majd kap egy számot, és annak alapján majd ki fogom sorsolni, fel fogom venni a kapcsolatot az illetővel, és megbeszéljük majd, hogy hogyan fog eljutni hozzá a kakas, és videót is fogunk készíteni, hogyha esetleg személyes átvétel lesz itt nálunk. És nagyjából ennyi, amit el akarok mondani. További sok sikert mindenkinek. Ne felejtsetek el kecskét venni, tanyára költözni, szeressétek az állatokat. Ők tudják a legnagyobb szeretetet nyújtani az embernek. Az ők szelítségük és szeretetük az kifizethetetlen. Nagyon meg tudják hálálni, hogyha ők is kapnak valamit. Na, ez lenne a mai videó. Sziasztok!